Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Zsarátnok műhelyben. Örülök, hogy eljöttetek hozzánk. A Zsarátnok műhely elhívása a magyar hagyomány megismertetése, megismerése, és ezen az úton tovább haladva nagy örömmel mondhatom, hogy elfogadta meghívásunkat Papp Gábor irodalom és művészettörténész. Eljött hozzánk, és esztergomi oroszlán szkítamútunk témában tartandó előadásával. Remélhetőleg a múltunk és hagyományunk önazonosságunk jobb megismeréséhez hozzá tud segíteni minket. Fogadjátok sok szeretettel! Köszönöm szépen a bizalmat. Ez természetesen még neki szól, és meg is érdemli, mert kellően rövid volt és jól hallható. Jó, megpróbálok én is kellően rövid lenni és jól hallható. Így lehet hallani hátul? Jó, mert ez oda szól ez a mikrofon. Tehát azzal kezdem, hogy két hatalmas tévedésbe másztam bele, amikor ezelőtt talán 3 héttel, vagy hogy valahogy így, egy dobogókői előadás szünetében, vagy a végjátékában kedves házigazdánk odajött feleségével együtt, és megkérdezte, hogy itt tartanék-e előadást. Na most ilyenkor mindig van egy olyan, hát hogy mondjam, védekező reflex, hogy na, azt már nem. Tehát az most már tényleg tele van a naptár. Másrészt pedig elkottyantották, hogy itt Szántai Lajos is van, ja, akkor most ez egy jó vonal, tehát akkor mégiscsak el lehet fogadni. Igen ám, de félreértettem, mert a kedves felesége viszont azt mondta, hogy ha lehet, akkor Esztergomról legyen szó. Na most itt már kezdtem bánni, hogy igent mondtam, megmondom miért, mert én ugyan foglalkoztam régebben Esztergommal, de hát még akkor mi diapozitívokat vetítettünk, most meg már hát ilyen, én kütyűnek szoktam nevezni, mert ez az igazi neve, tehát ez a pendrive, ahol hozza az ember a dolgokat, és hát ezek még nem voltak átírva pendrive-ra. Tehát az azt jelenti, hogy vannak ugyan, meg hát most már itt vannak a pendrive-on, de én végig abban voltam, hogy Esztergom mint téma, nem tudom, érthető-e. Aztán úgy elhangzott, hogy az oroszlán, hát persze, hát benne van az oroszlán nyilvánvalóan, de az anyagot én már akkor magamban szépen összeállítottam, és csak tulajdonképpen itt és ma derült ki számomra egyértelmű, hogy de hiszen itt most tulajdonképpen csak az oroszlánra lettek volna kíváncsi, és akkor annak valamiféle előéletét vissza mondjuk a szkítakorig. Mert ezt is meg lehetett volna tenni, bár ez a fajta oroszlán ábrázolás ez nem jellemző a szkítákra, tehát azért azt kell tudni. Tehát ott a szarvas a meghatározóan fontos, és az a támadásoknál is, amiket úgy szokták számon tartani, hogy állatküzdelmi jelenetek, nem az oroszlán a meghatározóan fontos. Jelen van, de még az is érdekes, hogy nem is annyira a sörényes, hanem érdekes módon, mintha vagy a nőstény, vagy a hát az oroszlán kölykök lennének inkább jellemzőek arra az időszakra. Tehát az analógia nem egészen magától értetődő, bár majd látni fogjuk, mert az utolsó része ennek az előadásnak azért mérlegeltem, hogy lesz-e itt túlélő még, de mert ha addig túlélnek, akkor azért szó lesz arról is. De hát az elején meg valószínűleg pörgetni fogjuk. Jó? Tehát minden esetre két nagy egysége lesz itt, ami talán ebbe a témába beleillik. A többi az maga Esztergom, pontosabban a Várhegy, illetve abban mert hát ott végül is ott van az oroszlán is. Tehát az első az egyáltalán, hogy Esztergom hol van. Hogy hol van? Hát ott, ahol most ülünk. Hát nem biztos. Nem biztos. Na most ezt a témát, ezt, tehát ez lesz az első témánk. Ezt annak idején, de ez azt jelenti, hogy legalább 10 évvel ezelőtt. Tehát itt most elég régi dolgokról fogunk beszélgetni, mert én is elég régi dolog vagyok. Tehát azt hiszem ez kitűnt az eddigiekből is. Tehát a lényeg az, hogy Szántai Lajossal egyszer úgy megálltunk szemben, azt hiszem Dömösön, tehát a Szent Mihály hegyel szemben, egy ilyen kiránduláson.
És akkor én föltettem neki egy kérdést, amit majd mindjárt föl fogok itt is tenni. Hát ez most egy ilyen rávezető képsor. Hát gondolom megtaláljuk Esztergomot a mai állapotában, tehát nem kell sokat magyarázni, kérném már is a következőt. Tehát itt még pörgethetjük a dolgokat. Jó. Igen, hát így van, hát itt ez a városkép, ez mindig föl lesz nagyítva, ugye? Jó. Hát ezt sem kell bemutatnom, ez egy ilyen rövid rávezető. Na most ez annyit azért jelez, hogy ha magát a várat nézem, az egyetlen magas hegy itt, ami mögötte van, az szűz területe ebből a szempontból, tehát a védekezés. A támadás szempontjából nem. Tehát mikor már messzire hordó lőfegyverek voltak, mindig innen lőtték a várat. Tehát a mögötte lévő hegyről. De maga ez a vár azért egy olyan térképen, amelyik terepformákat is jelez, gyakorlatilag már nem is kiemelkedő hely. Tehát ilyenkor mindig az ember úgy mérlegel, hogy hányan sértődnek meg, ha azt mondom, hogy ez nem egy igazán védhető vár. És ez azt jelenti, hogy ha az ember királyi központot épít ki magának, különösen, hogyha még bizonytalan, hogy maradhat-e, tehát közvetlenül a nagy helycsinálás után, tehát 1000 körüli időszakra gondoljunk most, akkor hát az első szempont az, hogy védhető legyen. Na most ez azért döbbenetes, mert akik nekünk őshazákat keresnek, kiváló emberek, nagyon jó szándékúak, nagy tudásúak, és akkor kijelölnek őshazát mondjuk az Aral-tó környékén, és akkor mondja az ember, ne hülyéskedjél már, hát hogy fogod megvédeni? Hát erre ő nem is gondolt. Nem tudom, érthető. Szóval ezek nem olyan dolgok, amiken át lehet lépni, vagy meg lehet kerülni. És ez a magaslat, ez nem az a magaslat, tudom, hogy változtak közben a terepformák, tehát meg magasságok is, ez nem tartozott az igazán fontos értékeket hosszú távon is eredményesen védhető területek közé. Különösen egy olyan területen, kérném már is a következőt, ez most ugyanaz, tehát csak egy, ahol itt van az orrunk előtt, a Dunakanyarnak egy olyan része, ahonnan az egész Dunakanyart be lehet látni. Itt van tényleg gyalog elérhető helyen, és nincs nyoma sem. Azaz, hogy nyomát is eltüntették annak, hogy egészen biztos, hogy itt volt. Na most ezzel szemben, ez a Szent Mihály hegy. És ez van kanyarban, ez bármikor egyetlen vonallal le lehet zárni vízi úton is a túloldaláról, és egy szó szerint bevehetetlen. Tehát most hasonlítsuk össze a Szent Mihály hegy magasságát a Duna szintjéről, meg a Esztergomi várhegynek a magasságát a Duna szintjétől. Tehát egy napon nem lehet emlegetni. Tehát nekem el kell hinni, hogy itt nem volt erődítmény. Na most én ezt nem hiszem el. És ezt beszéltük meg akkor a ma bizonyos, körülbelül 10-11 néhány évvel ezelőtti megbeszélésen ott a túlparton, tehát Dömös környékén, és akkor mondta Szántai Lajos, hogy hát igen, itt vannak egyéb gondok is. Nekem akkor ez volt a gondom. Tehát én nekem nem Esztergommal volt, még csak nem. Visegrád nagyon jó helyen van. Egyébként Visegrád se a legmagasabb helyen van. Tehát tudjuk, hogy onnan megyünk tovább, akkor még van egy nagyobb. De mindegy, Visegrád azért nagyon jó helyen volt. És hát az sem ugyanilyen magas, hanem jóval, de derekasan magasabb. És főleg a védelmi szempontoknak sokkal jobban megfelel. Na most az, hogy ezt most nem ismertetem sorba a mai Esztergom történetét, mert azt gondolom jól tudják, tehát hozzáférhető lehet. Tehát ez nem volt végig királyi vár. Tehát Imre király, ezt tudjuk, harmadik Bélának volt a nagyobbik fia, hát ő átadta az érseknek. Tehát teljesen szabályszerűen, nem véglegesen, de aztán negyedik Béla már a tatárjárás után ezt megerősítette. Tehát végül is negyedik Béla volt az utolsó, aki még törvényszerűen igényt tarthatott volna, mint királyi központra, Esztergomra. A továbbiakban ez már csak egyházi központ volt. Tehát az érsek tulajdona. Most ennyit tudva, Imre nagyon, nagyon bölcs volt, ha egyáltalán itt tényleg volt királyi központ korábban. Mert ez hosszú távon biztosan nem tartható. Hát azt tudjuk nagyon jól, hogy a török időkben, most ezek csak ilyen nagyon-nagyon rövid kis utalások történeti kérdésekre, mert utána megyünk tovább, tehát a témánk azért ennél fontosabb lesz. Tehát azért tudjuk, hogy
hogy volt ez, 96-ban, 1596-ban elfoglalja a török. És akkor, bocsánat, visszafoglaljuk a töröktől, de már rögtön a 41 után már, aztán 43-ban foglalta el ezt a török, tehát 1543-ban, 41-ben esett el Buda, tehát igazán nem tartott sokáig idáig jönni. Igen ám, de visszahódították a császári, pontosabban a magyar királyi seregek, 96-ban, 1596. És akkor azt mondta az ember, föllélegeztünk. De hogy lélegeztünk föl? Hát már 1605-ben már visszafoglalták a török. Tehát ezt nem lehetett tartani sokáig. Tehát nem az az erődítmény volt, amit hosszú ideig egy viszonylag nagy, még csak nem is egy igazán nagy erővel támadtak. Egyik részről sem. Tehát ez azt jelenti, hogy én nem hiszem, hogy büszkeséget sértenék, mert nem ez az igazi erénye ennek a városnak. Nem is ez volt az igazi feladata. Na most én nekem tényleg mai napig hát az egyik rögeszmém, hogy ezt a Szent Mihály hegyet most Isten őriz, hogy megbolygassák, mert akkor mindent félre fognak magyarázni, és természetesen szláv erődítés lesz, és így tovább. De hát egy biztos, hogy itt valaminek kellett lenni. Na most nem tudom, a Vadini Jós Ferencnek a neve ismerőse. Tudom, hogy ő is foglalkozott a oroszlánnal, kifejezetten az oroszlánnal, sőt, egy kis könyve is jelent meg erről, és talán egy ábráját fogok is mutatni itt majd a következőkben, de a lényeg az, hogy tehát ezek a védelmi szempontok, hogy mi mennyire lehetett fontos, azt ő azért nyelvi úton is megpróbálta megközelíteni, tehát nem hiszem, hogy ezzel újat mondok itt, hogy tudnélik, ő Esztergom nevét nagyon bölcsen, nem Asztrahányból, meg Osztrihamban, meg egyébből vezetgette le, hanem az Iszternek. Hát ugye a Dunának a neve az Iszter. Mind a kettőt használták történetileg párhuzamosan, folyamatosan, hosszú távon. Tehát ez azt jelenti, hogy teljesen egyértelműen Dunához kötött Esztergom léte ma is, még a mai állapotában is. És minden, ami erény, az tulajdonképpen ezen a szomszédságon alapult, és ebből fejlődött tovább. Na, a lényeg az tehát, na most az Iszternek itt van pontosabban, a név őriz egy olyan tulajdonságát az Iszternek, amire fölfigyelt Vadini Jós Feri bátyánk, és azt meg is fogalmazta. Benne van ebben a könyvében is egyébként, amire most hivatkozom. Az Iszternek van egy gamója. Na most a városi ember azt se tudja, mi az, hogy gamó. Hát ez a pásztornak a készségén volt, még például a juhásznak, kifejezetten a juhásznak. Miért? Mert ezzel fogta meg a lábát a juhnak. Tehát ezt már Gulyás nem tudja mire használni, mert azt próbálná a bikának megfogni ezzel a lábát, vagy a lónak. Tehát nyilvánvalóan juhász szerszám volt, de mi még gyerekkorunkban ismertük, használtuk ezt a szót. Tehát kampó az, hogyha bonyolultabban fejezem ki, de ha csak egyszerű, tehát egy hajlása van, akkor ez gamó. És ezzel elgamózta az ember a lábát, hát mondjuk a társának, hogyha szemtelen volt. Tehát ez egy ismert dolog volt. Na igen ám, de a jelenkori Esztergom ma sincs gamóban, és sohasem is volt gamóban. Tehát a gamóban, akárhogy is vesszük, ez van. És ez az a pont, ahol három oldalról védi a Duna, negyedik oldalt pillanatokat le lehet zárni, és akkor elindul egy további fejtegetés. Ez már részben Szántai Lajos, ez már nincs benne, amit most fogok mondani a Vadini Jós Feri bácsának a könyvében, de következik. Ebből az ő alapvető jó megállapításából, amiből merített Szántai Lajos is, és hát mind a ketten olvastuk. Na most a lényeg a következő. Adva van az első alapítású egyházmegye, tehát még Szent István korában alapított, mert aztán lettek későbbiek is. És annak van egy központja. Na most ez Esztergom. És akkor a következő van. Az esztergomi egyházmegye merre felé van innen? Keletre, nyugatra, északra vagy délre? Na lehet házi feladat. Északra. Teljes egészében. Akkor elképzelhető? Tehát a Dunától északra. Elképzelhető, hogy a központját meg a Dunától délre vesszük? Senkinek nem tűnt föl? Tehát egy tipikusan rossz központ. Tehát ez azt jelenti, hogy ilyen például jelenleg Szlovákia központja.
De tulajdonképpen ma a csinált országoknak szinte mindnek a központja kiesik a középből, és valahova a perifériára, aminek egyetlen célja lehet, ha itt kiderül az igazság, akkor a vezetők minél rövidebb úton menekülhessenek. Hát reméljük erre előbb-utóbb azért sor kerül, de a helyzet az, hogy ezek teljesen vad ötletek. Tehát hogy képzeljük el, hogy én az egyház megyémhez, mondjuk télen nem tudok hozzáférni, nem tudok átmenni, mert éppen nem fagyott be a Duna. Vagy egyáltalán, hogy jön egy ilyen ötlet? Ez pedig pontosan ott van, ahol a legjobban védhető, igaz, hogy ez is határ, legalábbis a legszéle, na de a sajátjának a határa. Na most innentől kezdve megint történeti anyag. Hogy ennek a résznek, amit a Pilis háromszöge, hát mert ennek a csúcsánál van a mai Esztergom. Tehát ennek a ezt így is szoktuk nevezni, a Pilis háromszög. Na most, hogy ennek, hát most nagyon nem akarom ragozni a kérdést, de tehát az Esztergomhoz való viszony kérdésében hányféle központ van itt, aminek tudjuk, hogy itt volt, de egész pontosan nem tudunk rámutatni, hogy itt vagyunk. Na most erre kérnék javaslatot. Nem tudom, mennyit mondott el ezek közül tudnélek. Már Szánta Jelens. Fehérvár, Buda, ugye? Tehát az azt jelenti, hogy ezek nagyon közel kellett legyenek egymáshoz. De a világon legjobban védhető területen. Tehát ennyit nem lehet. Most nem tudom, hogy elmondta ezt a példát, azért töprengek néha, hogy most akkor melyik irányban mennyit mondjak el, mert feltételezem, hogy ő azért elég sok mindent elmondott. Hogy tudnék, mondta ezt a példát, hogy képzeljük el azt, hogy a koronázáskor, amikor a nemzet legnagyobb kincsét, tehát amit nem lehet semmivel se pótolni. A elvesztése pedig tényleg azt jelenti, hogy akkor az ország arra az időre, amíg elvesztette, addig padlón van. Na most minden esetre, hogy képzeljük el azt, hogy ezt le kell vinni Visegrádról a mai Székesfehérvár a koronázás előtt. Egy olyan úton, ami bármikor kirabolható, leüthető, és ugyanakkor pedig a budai prépost az, aki kinyitja a kaput a Nagyboldogasszony templomát. Tehát, hogy érthető legyen, ezek csak nagyon közel lehetnek egymáshoz. És még egy dolog, amivel most ezt a részt befejezném, hogy ennek a területnek, itt a Pilisnek, ki volt a püspöke? Tehát melyik püspökhöz tartozott? Hát erről van szó. Na, tudós emberek, azt a betyár. Jó van, nem fogunk sokáig ennél a témát. Igen, na most ez normális? A központi, a legfontosabb egyházmegye, itt van a központja, és akkor Veszprémből igazgatja. Szóval erre mondja az ember, hogy na jó, hát most már ne nézzenek már madárnak. Tehát ezek szóval itt azért valamihez hozzá kell szokni, és azt remélem elmondta Lajos barátunk, és ha nem, úgy is el fogja mondani, hogy azért ahhoz szokjunk hozzá, hogy bennünket irdatlanul hülyének néznek. De nem tegnap óta. Tehát ez azt jelenti, hogy nehogy azt higgyük, hogy kicsiket hazudnak nekünk, és ritkán. Folyamatosan és irdatlanul nagyot. Tehát az a lényege, hogy egyszerűen hihetetlennek tartjuk, hogy ez hazugság legyen. De ez ilyen a finnugor ős történet, aminek semmi alapja nincsen, de semmilyen. Tehát se nyelvészeti alapja nincs, egy pillanatig nem állja meg a lábát. Hát örülök, hogy az irodalomtörténeti minőségemben is megnevezett, tudjuk, mi ezeket tanultuk. Hát két szakosak voltunk, és nekünk tanították katedráról a finnugor elméletet. Hát már az első mondatoknál elkezdtünk röhögni. Hát ennek semmi, de semmi alapja. Egy darabig azt hittem, hogy azért valami nyelvészetileg van. Nem, nyelvészetileg sincs. Az semmi, ez hatalmas kamu. De nagyon jól csinálják. És sűrűn csinálják, tehát napról napra, és újra, és újra. Én azt mondtam, hogy akkor fogom tudomásul venni, hogy Magyarországot magyar kormányozza, hogyha a finnugor őstörténetet úgy, ahogy van, nullázza, és még egy törvényt, amit most nem fogok nevén nevezni, de azt azonnal, első nap. Akkor onnan tudni fogom, hogy a Magyarországon magyar uralom van. Ennyit erről. Kivárjuk, jó? Na, ennyit erről. Tehát akkor nem szoktak szeretni ezekért a mondatokért, de hát Istenem. Menjünk akkor tovább. Nem tudom, ennek a jelentősége akkor most úgy nagyjából körvonalazódott-e. Jó, kérném a következőt. Mert ez most tényleg csak bevezető volt. Na most itt van a következő. Tehát
mondjuk ebben az esetben Esztergomnak, mert ugye Grán föl van írva, tehát nem tudom, mennyire olvasható hátul. Hát ez a garamnak a neve, tehát nyilvánvaló, hogy nem német eredetű az Esztergomnak a neve. Ez ennyit még azért talán elismer akadémia is, hogy nem német eredetű. Ők ragaszkodnak egyébként a szávhoz, valami érthetetlen oknál fogva. De minden esetre, tehát ezt, ha alapul vesszük a múltra vonatkozó fejtegetésnél, akkor óriási zuhanunk az arcunkra, ezt finoman fogalmazva. Ugyanis a Duna szintjétől kezdve ilyen soha nem volt Esztergomnak a várhegye. Soha. Tehát itt vannak nagyon sokat mondó metszetes vagy egyéb módon festmény is adódhat, meg van is, de azért megvolt az is, hogy megtévesztés ellenfélnek. Tehát olyan adatok közététele, aminek az alapján az ellenség mondjuk meggondolja. Ilyet például, hát ilyet az ember azért nagyon meggondolja, hogy megostromoljon-e. Ha jelenkori állapotot, vagy akár visszavetítve a tényleges állapotot veszik, akkor azt mondja az ember, ennyit megér egy hétvége is. Tehát nem olyan mértékű az erősség, hogy ne kockáztassunk. Na minden esetre ezek nem ilyen, egyszerűen nem ilyen. De soha nem volt ilyen. Tehát jól láthat, egész más típusú a hegy, egészen más a zöld területe és a köves területe, ezeknek az arányai. Mások a környezeti elemek is. Tehát most vagy megtévesztésű, vagy egyszerűen emlékezett. És hát akkor most emlékezünk, bár erre azért nagyon kicsi az esély. Tehát inkább a megtévesztést javasolnám. Na, akkor menjünk már is tovább. És akkor, ha ezt a most érvényben lévő térképet nézzük, akkor ebből valami nagyon kirajzolódik. Hát az egyik az, hogy lényeges, hát kiemelkedő része, az ugyan mondjuk ostrom szempontjából nem különösebben jelentős, viszont a városmag szempontjából meg igen. Tehát szépen kirajzolja a mai, mert ez a mai helyzet. És még valami kirajzolódik, hogy ez a hát itt most nem tudom, mivel mutogassak, a jó illendőség határain belül, tehát az, amit itt ilyen fehér alapzatnak lát, hát ez tulajdonképpen a bazilikának a közvetlen környéke. Tehát ez szabályosan látszik, hogy ki van hasítva belőle. És ez azt is jelenti, hogy megvan a maga jel, már is mehetünk tovább, mert ezt gondolom, hogy ismerős. Most egy pár olyan képet adtam, mint itt az előbbi térképen jelezve volt a múzeum is, tehát a keresztény múzeum. És ezt sem érdemes kihagyni a gondolatmenetből. Tehát lényeg az, hogy amit legjellegzetesebb és legfontosabb emlékként emlegetnek, elhoztam azt a kis ilyen ismertető prospektust is, amiben utána lehet ezeknek nézni. Tehát lényeg az, hogy ezt a bizonyos sztaurotéka, tehát ez azt jelenti, hogy a Szentkeresztnek valamilyen feltételezett eredeti maradványát tartalmazza, hát ezért is van itt ez a kereszt alakú, hát elvileg áttetsző vagy átlátszó milyen középső rész. Ezt én nem fogom elemezni, nehogy már félreértesessék meg, ne is féljenek tőle. Hát ez egy bizánci, jól látható bizánci munka. Kérném már is a következő, csak azért mutatom be ezt a hármat, hogy tulajdonképpen mire büszkék. Na most ez itt a sukik, erre lehetnek büszkék. Tehát erre végül is lehetnek. Igaz, hogy ezeket ma már mind kiadják valahova külön. Hát persze ezt, mit tudom én, Párizsba készítették ekkor és ekkor. Tehát aminek tulajdonképpen megint nincs alapja. Tehát egy feltételezés, egy olyan művészeti kör egyik darabja hasonlít ehhez, akkor semmiféle bizonyításra nincs szükség, csak az lehet az eredet, és ez a hozadék. Na most ehhez hozzá kell szoknunk, pontosabban ne szokjunk hozzá. Tehát nekünk akkor ez az egyetemen egy tananyag volt, nem kell feltétlenül bizonyítani, ha ott is olyan, itt is olyan, csak onnan jöhetett ide. Ez a nyelvi anyagunkra ugyanúgy él, ha közös vagy annak tűnik egy valamelyik szláv nyelvben, meg nálunk, csak onnan jöhetett ide. Nem tudom, érthető-e. Na most ezt azért kell itt most ebben a pillanatban végigmondanom, mert ezt nem nagyon szokták tanítani. Meg félnek a témát, nem kell ettől félni. Tehát ez azt jelenti, hogy min alapul ez, hogy ha történetesen az asztalt sztolnak mondja mondjuk az orosz, vagy esetleg még a tót is, és mondjuk én meg asztalnak mondom, milyen alapon állítja ő, hogy csak én
kölcsönözhettem tőle. És úgy, hogy ott már teljesen készen volt a sztól, nekem meg nem volt szavam az asztalra, az 700-át kéne már valamit erre a vacakra. Na honnan? Hát persze, hogy a Tóth adja kölcsön nekünk. Nem tudom, értettője. Tehát ez úgy ökörség, ahogy végigmondtam. Semmilyen alapja nincs. Pontosabban nem nyelvészeti alapja van, hanem ez még az egyetemen kiderült. Ha van, akiben volt a bátorság, hogy megkérdezze, hogy ne haragudjon, ez a feltételezés, ez most tényleg nyelvészeti alapú? Kiderült, hogy nem. Nyugodtan megmondta az élet. Nem. Hanem történeti alapú. Na de mégis hogy? Hát úgy, hogy mint tudjuk, a magyarság, akiből az első magyar 896-ba érkezett a Kárpát-medencébe, itt az ember nem mondhatta, jó, fejezd be, mert ennél nagyobbat úgyse fogsz tudni hazudni a továbbiakban. Nem első magyar érkezett be akkor. De minden esetre ezt már így tanítják. Tehát ez egy szószegény, bunkó valaki volt. Tehát lehet, hogy még a jobb kezét meg tudta nevezni, de már a bal kezét nem. Akkor hogy tudott olyan, tehát azt már kölcsön kellett kérni. Hát hogy tudott akkor hadat vezetni? A jobb szárnak még tudott valamit mondani, a bal szárnak már nem. Nem tudom, értető, tehát hogy, csak hogy olyan ökörségek asztala nem volt. Végig akiket tudjuk követni, ha tényleg van régészeti hagyaték, végig ott van az asztal. Szkítáknál is. Tehát ez egyszerűen, és ha hasonlít, akkor ilyen alapon, hogy mi szószegények voltunk és bunkók. Tehát mindent, ami egy kicsit több műveltségre enged következtetni, ezt nekünk kölcsön kellett kérni. Kitől? Hát aki éppen ott volt. Miért? Mert a magyarnál mindenki csak okosabb lehetett. Nem tudom, hogy érthető. Most ez jelenleg is tananyag. De így, ahogy van. De úgy, hogy már az unokáimnak is, már lassan a dédunokámnak is. Tehát itt ezt most nem mérgelődni kell, nem síránkodni, tudni kell. És ez akkora hazugság, hogy ehhez képest a többi már csak, hogy mondjam, ebből származik, mert abban sok minden származik. Na most a következő, tehát most nem részletezem a nyelvi részét, mert az nagyon messze vezetne, de azt, hogy ez a állítás, hogy mi, ami kulturális javat ki tudunk mutatni itt, az mindegyik valahonnan jött, ez egy zsigerből azonnal megkockáztatható, senki nem fogja cáfolni. Nem tudom, érthető. Tehát ezzel bármikor előre lehet jutni egy pályán. Ha én megkérdezem, és azt mondom, ne haragudjon, mire alapozza, akkor én már magyarkodni kezdtem. A következő az már, hogy mondjam, hát egy anti, az mindenképpen jön a végén. Tehát azt nem fogjuk megúszni. De a lényeg az, hogy ennek amikor végig megyünk egy ilyen gondolatmenten, mindig tereljék rá a szót. Honnan tudja egy szláv régész, hogy a sír, amit föltárt, szláv? Nyugodtan meg lehet kérdezni, honnan tudja? Mert nincs kulturális melléklete, nem tudom, értető. Innen tudja, mert ha van, az vagy avar, vagy későbbi korban honfoglaló magyar, és ezek tökéletesen azonnal azonosíthatók. A régebbi kornál vagy szarmata, vagy még korábban szkíta, ennyi. Ilyen egyáltalán nincs is, hogy szláv régészeti hagyaték. Amennyit ki tud ebből harapni magának, tehát például a mai Csehország területén, ugye ott van Mikulcsice, miért? Mert az ómorva. Először is a morva meg a cseh az nem azonos. Ott kezdődik. Kettő, ezek a legtisztább késő avar leletek. Jó, hát akkor legyen avar-morva, vagy morva-avar, azért a morva jöjjön előre. Nem tudom, érthető-e. Elképesztő. Tehát az anyagi kultúrájuk a nulla körüli tartományban, de szó szerint a nulla körüli tartományban, de nekünk nem győzik a kulturális szavakat kölcsön adni. Ez ugye belátható. Na most, ha valaki idáig nem jut el, oda vezetik az orránál fogva, ahova akarják. És most ez történik. Tehát tessék már megtalálni azt a 3-4 mondatot, amivel egyszerűen így a szemébe lehet mondani, hazudsz drágám, hagyd abba. Tehát legalább nekem ne hazudjál már. Tehát nem veszed észre, hogy látom rajtad. Tehát, és itt most tulajdonképpen egy sereg ilyen dologgal állunk szemben. Na most, miután ismerjük a tulajdonosát, Suki Benedeknek hívták, tehát itt nagyon nehéz hazudni, csak az, hogy akkor valószínűleg X-et, Y-t kísérte valahova külföldi útjára, és akkor ott megtalált egy
mert csak francia ötvös találhatott, és akkor ő meg elkészítette. Na jó, nézzük akkor a következőt. Tehát ezek a keresztény múzeumban. Ilyen pontosabban nem, ez a bazilikában van, és annak a kincstára. A képtárban nem mutatok most, mert az nem tartozik most szorosan a témánkhoz. Ez meg az úgynevezett Mátyás kereszt, aminek két része van. Hát az egyik az egy korábbi, a felső rész, és az alatta az már reneszánsz. Tehát az 1400-as évekre szokták tenni, annak az elejére inkább a felső részt. Régebben mi még 1300-as évek végét tanultuk. De úgy nem tudom, vesszük-e észre, hogy ha már nem tudom letagadni, hogy valami magyar vonatkozása van, mindig egy kicsit ezért közelebb a kor. Ne legyen olyan ősi, ne legyen maguknak ősi kultúrájuk. Tehát minden egy kicsit közelebb a mához. Mert akkor rögtön tudom, hogy csenek, azért az két évvel korábbi, nem tudom, mert azt nem hozták közelebb. Ugyanolyan erővel lehetett volna. Tehát, hogy érthető legyen, egy ilyen világban élünk. Na most lehet itt emberileg? Lehet. Csak meg kell tanulni bizonyos alapkérdéseket. Először is azt, hogy érdekből úgy hazudnak, ahogy a szájukon kifér. És fölmentik magukat. Miért? Mert ők a magasabb rendűek. Kizárólagosak. És itt nem lehet mellé beszélni. Tehát nekik meg van engedve. Mi meg vagyunk olyan hülyék, hogy el is ismerjük. Miért? Hát mert rákapcsolták a mi szentírásunkra, krisztusi tanításra. Na aztán ott már ott van. Tehát, hogy érthetők legyen, itt nem feltétlen politika az, amelyik a dolgoknak a gyökerénél ott van. Dehogy. Tehát itt a tudatformálás az a szőnyegbombázás. És amikor az már teljesen szétroncsolta a tudatunkat, akkor jöhet aztán ott a tankok védelme, most már a bankok védelmében, ott jöhet már a gyalogság. Na, az a politika. Tehát nehogy már azt higgyük, hogy ott hazudnak nekünk a legelőször és a legveszélyesebb, hosszú távra a legveszélyesebben. Na, ennyit erről. Tehát ezt muszáj előbocsátani, mert nem tudom ebből a Lajos, biztos, hogy elmond egyet mást, de itt az elején nagyon fontos, hogy tisztálásunk. Na most még egyet hadd mondjak el. Nem kell velem egyet érteni. Tehát semmiféle ilyen kikötés nem volt se, ezelőtt se, de bizonyos dolgokat tessék megismerni. Tehát ezzel magunknak is tartozunk, meg a hazánknak is tartozunk. Tehát, mert különben megint és újra orrunknál fogva vezetnek bennünket. Most már nem kell külső Trianon, már itt van benne a Trianon. A saját elhűített tudatunkban. Tehát kérném a következőt most már. Témát közelve. Na most itt ennek az egységnek, amit itt látunk, ez egy lexikonból van egyébként kifényképezve. Jól lehet látni, hogy most nagyon csúnyát fogok mondani. Tehát a bazilika ebben az egységben olyan, mint egy nagyon elfajult rákos daganat. És ezt azzal annak a tudatában mondom, hogy először is hát sokan nagyon büszkék erre a bazilikára. Hozzáteszem, hogy én is akkor, ha mondjuk Felvidéken utazgatok. Mert nagyon messziről lehet látni, mint ez tulajdonképpen nem is építmény. Ez egy természeti forma. Tehát annak a nagysága, annak az uralkodói jelenléte, ami azt jelenti, hogy azért jócskán lehet, de nem egy-két kilométert menni Felvidéken, és onnan is azonnal hazahív. Nem ezért csinálták, és építészetileg pedig hát tulajdonképpen maga a nonsense. És ne felejtsük el, hogy mikor építették. Tehát akkor kezdték el, amikor hát éppen a napóleoni háborúk már véget értek. Hát aminél rosszabb helyzetben Magyarország kevés alkalma volt jó néhányszor, de nem voltunk, hát a Szent Szövetség uralkodott, az ember csak kitátott a szád, már így tenyereltek rá. És annak a Ferenc császárnak, aki magyar királyként akkor uralkodott, annak volt az elhárító szolgálata olyan, hogy azóta még a mai sem értek utól. Tehát egy olyan kifejlesztett spicli szolgálata, hogy tulajdonképpen majdhogy nem minden. Hát egy ekkora társaság már legalább ketten lettek volna. Most nem tudom hányan van, de ezt majd utána megveszik. A lényeg az, hogy tehát azt tudni kell, hogy és akkor lépett föl, ebben a korban lépett föl Széchenyi, tehát olyan őseink vannak, hogy az ember azt mondja, hogy csak egy lenne ilyen a tótoknak, már tudnék kit becsülni be köztük. Tehát egyszerűen olyan helyzetből hozták föl egészen 48-ig a magyarságot, hogy ez hihetetlen. Tehát ez a reformkor, a magunkra ismerésünknek a kora. Na jó, de ez nem tartozott bele.
Semmiképpen. Sőt, egy kicsit ellenpontozta. Hogy na azért nektek nagy szájatok van itt, de azért amilyenk a hatalom. És ez az, amit tulajdonképpen semmi nem indokolt, hogy ekkora legyen. Tehát Magyarországnak ekkora súlya ebben az időben, vallási területen messze menően nem volt. Nem tudom, érthető. Tehát ez azt jelenti, hogy valami olyan, megint csak azt mondom, hogy messze-messze a saját tényleges szerepén keresztül hangsúlyozva van. Na most az, hogy ma büszke rá mondjuk egy Eszter, hogy teljesen érthető. Ugyanis amire még büszkébb lehetne, az egyszerűen le lett tarolva. Tehát az, hogy itt még azért visszaépíthető romok voltak. Nem sok maradt, az kétségtelen tény, mert hiszen hát éppen azért, mert ennyire aránylag jól elfoglalható volt, hát a kurucok is elfoglalták természetesen, ők is ostromolták, meg utána a császáriak is ostromolták. És ilyenkor most már ugye lőfegyverek ágyuk voltak, hát természetesen a mögötte lévő hegyről lőtték. Tehát mit lőttek először szét? Hát például a királyi kápolnának a szentély részét. Mert az fordult arra felé, azon kelet felé. Tehát ez azt jelenti, hogy hát úgy kellett, még az volt a szerencsénk, hogy utána, amikor az osztrákok átvették, ugye Rákóczi szabadságharc után, ők már nem használták erődítés céljára. Nagyon-nagyon korlátozott mértékben csupán, inkább csak állomásosztatásul, és hát planíroztak. Tudjuk, mi a planírozás. Tehát részben tényleges okból, tehát hogy legyen az ágyuknak megfelelő magasságú alapzatuk. Lényeg meg egyszer azért, hogy ne legyen. Hát amit elpusztított itt magyar értéket, azzal ő mindig magasabb lett. Nem tudom, érthető. Tehát egy ottani gondolkodás, ez a Habsburg mentalitás, hogy én csak egy másik rovására lehetek nagy. Ez egy tipikus káini gondolkodás. Tehát nekem az egyetlen feladatom, hogy kilőjem, hogy ki lehet nálam jobb, hát itt mondjuk mindenki, és akkor az azt jelenti, hogy azonnal ki kell nyírni. Na ez a káini logika. Na de ugyanez a Romulusi logika is. Tehát Romulus ugyanazt teszi az öcsével, mint Káin a sajátján. Nem tudom, érthető. Tehát minden igent csak egy nem után tud mondani. Először nemet kell mondani valamire ahhoz, hogy ő az igent egyáltalán elsuttoghassa. És ez a mentalitás, ez, hát mit mondjak, azóta végigmérgezi a világot. Ez nem volt eredetileg, sőt a magyar mentalitás kezdettől fogva nem ilyen. Hát Hunor soha nem harcolt magyar ellen, magyar soha nem harcolt Hunor ellen. Ahhoz naponta uszítani kell, hogy egy magyarra rátámadja. Teszik vagy nem teszik? Hát percenként nem, hogy naponta. Ha két magyar összehajol és már egyetértünk láthatóan, már megjelenik a suttogó. De ő azt mondta hátad mögött, hogy nem tudom, érteni. A közvetítő, ugye. Na ennyit akkor erről. És ezekre nagyon vigyázzunk. Mert ha mi nem tanulunk meg megint magyarként viselkedni, hát akkor nem lesz jövőnk. Nem kell még új triamon se. De lesz jövőnk. Na, tehát ennyit erről. Mehetünk már is tovább. És akkor, hát egy-két kép, mehetünk tovább. Tulajdonképpen ezek csak ilyen, gondolom rá is megyünk. Na most innen már lehet látni, most körülbelül a Duna vonala fölött vagyunk közvetlenül. Tehát Dunapartnak körülbelül ez a vonala, vagy ez a magassága. Hát ilyen azt mondja az ember, hogy jó, hát akkor szombaton délután találkozunk, és akkor vasárnap délutánra be van véve már. Tehát szóval olyan a túloldalra még inkább, de hát mondják, hogy de az már azért lett olyan lankás, mert ugye a nagy templom építése miatt ott planíroztak. Na jó, de előtte se volt sokkal jobb. Tehát ez nem olyan magasság a túloldalról, tehát nem a Duna oldalától, de a Duna oldaláról is. Tehát ez itt már többszörösen kellett megerősíteni ahhoz, hogy egyáltalán valameddig védhető legyen. Menjünk már is tovább. Na most egy nagyon szép példa arra, tudományos munka. Most nem mondom a nevét annak, aki írta, nemrég halt meg, de az abszolút totum factum volt a művészettörténet szakmában. Tehát volt akadémia elnök helyettes is volt. Alattam járt egyet, tehát elég régóta ismertem. Hát kérem szépen, ebben benne van ez a kép. Nem tudom, ráismerünk-e. Hát ez oldalfordított, nem veszük észre? Ne gondj, fordítva a bal oldal és a jobb oldal. Tehát, és benne van, és ez a harmadik kiadás. Na ennyit erről. Tehát ezt én nem is elemzem, csak azért most lehet látni, hogy a nagy fekete tömb, hát ez a katedrális.
Tehát tulajdonképpen ami megmaradt, ez meg az egész várnak a alaptertet, csak fordítsuk meg gondolatban. Minden, ami jobbhoz kész felé van, az most balkész felé kellene, hogy legyen, és fordítva. Hát még az E betű, ami az éjszakot jelenti, még az is fordítva van. Betűt fordítva látjuk. Na, ennyit a tudományosságról, de az aláírás az tökéletes. Tehát, hogy ez hogy veri szét, ez az építmény. Tehát mondod, csoda az, hogy ennyit meg lehetett menteni, és annak köszönhetjük, hogy ezt tényleg teljesen elplanírozták, tehát a várnak jelentős része föld alá került. Már a török időkben kezdték, de utána meg még inkább. Mehetünk már is tovább. Hát ezt azért sokáig ne nézzük, mert aztán ez fog rögzülni. Jó. Na most van néhány olyan dolog, ami a maga korában tényleg nagyon jelentős volt. Tehát ilyen például az a porta speciosa, ez specifikus, tehát különlegesen díszes ez a speciosa. Ez a bejárat volt, az egyik fő bejárat volt. Ez nem maradt meg, csak részei maradtak meg, de volt egy leírás, ábrázolása és leírása, aminek alapján rekonstruálni tudták. Tehát ez tényleg egy magas szintű volt a maga idejében. Na most ez a 12. század második fele, tehát a harmadik Bélának a kora. Ezt azonnal elintézik azzal, hogy akkor biztos bizánci. És azt már igazolják, igen bizánci. Miért? Azért, mert őt bizánci hercegnek nevelték kint Bizáncban valóban. Ez így volt, tehát ez történelmi tény. Na, de ez nem azt jelenti, hogy mindent, ami kultúra, azt innen hozott be. Nem tudom, érthető, elég egy ekkora kis adat arra, hogy utána ráépítsenek egy várat, hogy na látjátok, az, hogy itt van egy ilyen, hát azt is minek köszönhetíték? Annak, hogy ez a herceg, ez Bizáncban volt. Nem tudom, érthető. És ezt ilyen mellénnyel. Szóval az ember úgy elgondolkozik, hogy hát ha van még ember, aki az egyetemet végig szenvedte, és még gondolkozni tud, az már csoda. Az már tényleg csoda. De nekem 10 év kellett, amíg ezt valahogy kimostam magamból. Mert ez valami elképesztő, hogy mi folyik. És ma sokkal rosszabb, és sajnos sokkal eredményesebb, mint a mi korunkban. Na ennyit erről, menjünk már is tovább. Hát itt csak egy-két emléket mutatok be, ezeken pergethetjük. Tehát ennyi maradt tulajdonképpen, ilyen alapon kellett, ez meg a püspöki, ez nem király trónszék, vigyázat. Tehát ez már püspöki. Most csak érseki, hogy most pontosan. Na most ezek azért elég magas szintű faragmányok, hát ami maradt belőlük. Menjünk már is tovább, itt nem akarok. Na most itt van, ez egy tulajdonképpen megmaradt, nem teljesen épségében, de ez a kevés közt van, amelyik megmaradt az eredetiből. És ez hosszú ideig Szent István terem, te lehet, hogy ma is ünnevezik, hogy Szent István terem. És úgy vették, mert ebbe egy kápolnát rendeztek be a két világháború között, és azt hiszem, ezt most már megszüntették a felújításkor. De minden esetre, hogy itt keresztelték meg Szent István. Na, egy legendával több. Semmit nem tudunk bizonyítani. De szép kerek történetek vannak. Tehát én mindig ezt csodáltam az előadóinkban. Kijelentő módokat használ. Na, honnan tudja? Hát itt legfőjebb feltételes módot lehetne használni. De nem, hozzászokott, hogy amit ő kijelent, katedrálon van kijelentő, az innentől kezdve szentírás. A következő publikáció már erre hivatkozik, természetesen már mint tényre, és aztán jönnek a továbbiak. Ennek ez a módja, mehetünk tovább. Na most összesen, ha el akarom helyezni azt, ami... Most már a témánál vagyunk. Tehát ha azt nézem, hogy mi az, ami a szkítakortól egyetlen folyamatosságként kimutatható, és mi az, ami feltételezésünk szerint egyelőre, ami egy törést jelentett ebben a folyamatban. Akkor először is visszakérdeznék, honnan tudjuk, hogy ez tényleg törés volt? Megmondom, miért kérdezem. Egy másik előadásban, ami nem ehhez kapcsolódik, de éppen mostanában tartottam a két hollósban. Tehát valószínűleg már rajta van a YouTube-on. Hát ott pontosan azt bizonyítom, hogy semmi nem tört el Szent Istvánnal. Fű alá került. Nem tudom, érthető. Kétfajta viselkedésmód van emberi szinten. Nincs több, a többi az ennek a valamilyen leágazása. Az egyik az úgynevezett vita aktíva, amikor aktív vagyok, tehát amikor cselekszem. Másik a vita kontemplatíva, tehát amikor elmélyedő az életmód. Jelenleg a magyarság az elmélyedő életmódban. Tehát nem értünk, hanem ellenünk dolgozik, aki fölpattan hétről hétre
a hordóra is elkezdi nagy szövegeit mondani, de most már igenis ki kell lépni, és így már igenis a történelem színpadán volna, hogy nincs ott a hely, nem tudod ki vagy, nem érted? Még nem tudod ki vagy, te először ismerd meg magadat. Tehát neked most ott kellene mondani legalább ennyit, hogy hazám, hazám, te mindenem, mert egy hazátlan banda, aki most a világot igazatja. De nem tudod, te csak annyit tudsz, hogy hétre ma várom a nemzetinél. Nem tudom, értető. Hát ezzel akarsz kimenni oda? Hát először tényleg már tudd meg, hogy ki vagy. Nem, mert nekem most már van egy tudom én, diszkóba kell menni, hát megértheted, hát én fiatal vagyok, hát én nem tudok így mondani. Jó van, drágám, jó van, semmi gond nincs. Ők nem nyernek veled semmit, mi nem vesztünk veled semmit, tedd, amit gondolsz. Tehát ezt tudni kell, ilyenkor nem utána kiabálunk, hogy na gyere már, menjél, mi csak könnyebbülünk veled. Magyarság soha nem volt számosság kérdése. Ha ketten maradunk, én egyhez ragaszkodom, a másik nő legyen. A többi, ez is korszerűtlen magatartás természetesen, de nem érdekel. Tehát a lényeg az, hogy nem számosság kérdése. Ha selejteződünk, azzal csak tömörödünk, azzal csak erősödünk. Köszönöm szépen. De ezt csak azért mondom el, mert annyiféle idétlenséggel tudnak etetni bennünket. Hogy de most megint hárommal több született, vagy most hárommal többet temettem, mint amennyit. Ennyit se érdemeltél meg. Azzal a buta szövegeddel, amit elmondasz vasárnapról vasárnapra. Tehát csak, hogy érthető legyen, ha persze, hogy akkor elkezd siránkozni. Na, minden esetre azt, ami változás van, azt egy hármasságon belül lehet nagyon jól érzékelni. Ha csak az úgynevezett Szent István kérdést veszük, sehova nem jutunk vele. De sehova. Még a hazugsághoz se. Sehova. Tudjuk, egy hármasságon belül rajzolódik ki az ő arca. Melyik ez a hármasság? A képes krónikában ott vannak olyan dolgok, amik szövegben nem éppen a leghitelesebb, pontosabban nem a legjobb arculatát adják az adott eseménynek, de alapvetően a képek viszont igazat mondanak. Tehát külön van egy beszédje a képeknek, és külön sokáig párhuzamosan, de vannak, ahol eltérnek bizony. Ott mindig a kép mondja az igazat. És ebben az esetben ugye a Szent István születése, tulajdonképpen a fogantatása és születése, a következőben pedig már koppány lefejezése. Na most ez azt jelenti, hogy hát ez már úgy van összemontírozva, tehát ez nem a képes krónikában vannak így egymás után a képek. Na most tehát koppány egyszer, kérném a következőt, a másik pedig, ugye Gyula. Tehát ez a két olyan rivális, amelyiket neki, nem ez jött utána, hogy a csodában? Na, szép eset. Na mindegy. A képes krónikában ott van a Gyula elfogása, lehet, hogy egyszer majd bejön, tehát elszámoztam. Nem a képen volt a hangsúly, hanem ezen a hármasságon. Hát a Gyulát ismerjük. Őt elfogta, nem kellett kivégezni, családostól elfogta őt. Na most mi hogy magyarázzák? Hogy a kereszténységnek a pogányság ellen kellett érvényre jutnia. Először is, mit értesz azon, hogy pogány? Ezt most kicsit félretesszük, meg fogjuk beszélni. Itt aztán akkorát hazudnak, de akkorát, hogy ott már aztán tényleg reng a föld. Na most, de lényeg az, hogy és akkor Gyula keresztény volt. Hát történeti bizonyítékunk van rá, tehát írásos bizonyíték, hogy maga a bizánci császár tartotta keresztvíz alá, nem tudom értető. Tehát bizánci típusú, de akkor még nem volt külön keleti kereszténység meg nyugati. Az csak 1054-től van. Tehát ez azt jelenti, hogy az ugyanaz a kereszténység volt. Voltak már kísérletek a kettészakításra, de az még akkor nem következett be. És akkor mi van koppán? De ő már aztán tényleg pogány volt, a körösztanyád. Először nézd meg a tényeket. Tehát Erdély Balázs neve nem tudom mennyire ismert itt. Hát akkor tessék megismerni. De szerintem hivatkozik rá, azt tudom, hogy olvasta és meg nagyon becsüli Lajos is, Szántai Lajos. Tudjuk, Erdélyi Balázs az egyetlen olyan kutató, akinek a szabadalmát világszerte használják, csak itthon nem. Tudjuk, ez azt jelenti, hogy ő meg tudja állapítani nagyon szűk időhatárok között egy falmaradványról, hogy az mikori, tehát, de sokkal szűkebb határok között, mint a jelenleg érvényben lévők.
Mert tudjuk, hogy ott azért tulajdonképpen a falazásnál nem lehet a C14-est használni, csak a szerves anyagok maradékánál. Tehát az nem, de azt sem tudna ennyire szűk határon belül időt mondani. Most kiderül a következő. És hozzáteszem, hogy ezt, amit most én idézek, magyar nyelven, egy előadás szövegeként, de nem Magyarországon adták ki. És most fogockodjunk, Nagyváradon. Nem tudom, érthető-e. Szabadabban megnyilatkozik egy magyar-magyar ügyben az elnyomott területeken, ha megfelelően ügyes, itt meg hiába ügyeskedik. Mert ott, aki ellene mondana, hát ezt azonnal azonosítja, miért? Mert román. Tehát ez az, na jó, de itt nekem magyarul hazudnak, egyfolytában. És nekem azzal ne büszkélkedjen valaki, hogy 3 éves korában kapott egy pofont, ezt történetesen valahol Marosvásárhelyen mondták nekem, és akkor már onnan tudta, hogy ő magyar. Mondom, ide figyelj, hát adja hálát a Jóistennek. Mert én legalább 33 éves voltam, mire megtudtam, hogy az összes pofont eddig azért kaptam, mert magyar vagyok, csak egyet se azzal indokoltak. Tehát itt sokkal nehezebb tisztán látni. Azért vigyázzunk, hogy ki miért panaszkodik. Nekem ne panaszkodjon ő. Na hát megértette, hál' Istennek. Ez egy szobrász volt egyébként. Na, tehát visszamenőleg, ez a bizonyos Erdélyi Balázs egyértelműen kimutatta, publikálta, előadásokat tartott belőle. Ő a Tapolcai Múzeumnak volt az igazgatója. Hogy a Koppány idején, amit úgy be lehet határolni, tehát minden esetre van egy utolsó dátuma, ez a terminus antequem, tehát ami előtt tudott ő csak tevékenykedni, hát abban ez legalább egy olyan egy évtized. Tele van a birtoka, és az ő birtoka nem Somogy volt. Bocsánatot kell, Somogy is volt. Hát van Zala Koppány, nem tudom, tudunk-e róla, van Bakony Koppány. És Koppányról csak ott lehetett elnevezni helyet, ahol neki udvarháza volt, tehát ami a birtokközpont volt. Tehát az egész Dél-Dunántúl Koppány birtoka volt, felügyeleti helye, vagy területe. És egyfolytában ez alatt a 10 év alatt keresztény templomok épültek. És ez alatt a 10 év alatt, nem tudom értető. Akkor milyen vallású volt? Nem tudom értető. Úgy hazudnak nekünk, ahogy a torkukon kifér. Nem igaz, hogy ez volt a különbség. És hogy ezért kellett Koppányt kinyírni. Egészen más volt. Itt kétféle lehetséges uralmi forma volt, azt tudjuk nagyon jól, de ebben most megint nem akarok nagyon mélyen belemenni, mert azért egy vonalon próbálok megmaradni. Ez pedig mi volt? Hát az egyik az úgynevezett levirátus, tehát amikor a legidősebb alkalmas férfi tag volt az, amelyik az uralomban követte az elődjét. A másik meg az első szülött fiú. Ezt nem Szent Istvánnal vezették be, hát fogockodjunk már, mert miért hazudnak nekünk? Hát a mongolok már ugyanez volt. Hát a legidősebb fiú követte a Dzsingiszt, mert az utódját, meg a Mönkét, meg megint a legidősebb. Tehát nem igaz, hogy a Szent Istvánnak nyugatról kellett megtanulni, hogy a legidősebb fiú örökön. Dehogy. Valamilyen szempontból nyilvánvalóan ebben az összevetésben úgy tűnt az apjának, tehát Gézának, hogy most István féle hát elképzelés az, ami jobban megtartna, de ezt most nem, megint nem részletezhetem, akkor rögtön kiderülne, volt mögötte jó megfontolás. Tehát ez mi volt? Ne felejtsük el, közvetlenül 1000 előtt, 99-ben zárult a Kárpát-medence mögött keletről, zárult egy közlekedési útvonal. Miért? Mert Kijevet, hát ami addig egy átjáróházunk volt kelet felé, és ahol mai napig, hát tegnapig mondjuk, most nem tudom, hogy mit csinálnak az ukrán elvtársak, de a lényeg az, hogy Álmosról még dom volt elnevezve, és volt egy város rész Kijevben, ami a magyarról volt elnevezve. Uherszki Górod. Tehát ezt csak azért mondom el, hogy nehogy már azt higgyük, hogy azzal, hogy Álmos eljött onnan, tudjuk, neki még egy csatája volt, tehát a Árpád fiának, vagy bocsánat, apjának. Tehát még mielőtt bejöttek a Kárpát-medencébe, tehát ott készítették a fegyvereket, tehát annak a fényművessége volt az alapja annak, hogy ez egy sikeres hadjárat volt, és egy gyors hadjárat tulajdonképpen, az egész Kárpát-medence elfoglalása. Tehát ennek mind megvan a történeti alapja, hogy ezt így most mondhatom. Tehát azt jelenti, hogy írásos bizonyítékanyag. Hát nem tudom, hogy a Dentu Magyaria című könyvcím, ez mond-e valamit, Padányi Viktor. Jó, tehát ő nagyon-nagyon sok mindent
iszonyú körülmények között, de nagyon jól fogott. Iszonyú körülmények között, mert hát nem volt szakirodalma, csak amit a fejében vitt, meg ma egy-két éppen elérhető könyv. Hát Ausztráliáig kellett, hogy szaladjon. És kitűnő a könyve, kitűnő, az összes alapvető szempont benne van. Na most ez a Kijevnél északról egy testvérpár, ezek normannok voltak. Már politikailag, ahogy kijött onnan az álmos és az álmosiak, már benn volt Kijevben, nem ellenünkre. Egész egyszerűen bevonultak. És 99-ben, tehát jóval később, akkor pedig Bizáncból megtérítették. Na, ezzel zárult egy harapófogó. Tehát itt kellett okosnak, most tessék okosabbnak lenni. Tehát nem lehetett máshol kapcsolatot kialakítani, csak nyugat felé. Egész egyszerűen lezárult. És óriási erőfeszítésekkel sikerült az Árpád korban egy-egy rést nyitni. Tehát ezért kellett mindig, hívják felé, Galícia felé, valamelyik tónörököst azért ott valahogy behelyezni, vagy legalább egy szövetségi kapcsolatot kialakítani. De tulajdonképpen ez soha se sikerült, máig se sikerült befoltozni. Tehát egyszerűen nem lehetett konkrétan kapcsolatot tenni, ezt mindig elfelejtjük. Tehát egy szükségállapotban. Na most, mi volt a gond például Koppánnyal? Ugyanaz volt a gond vele, mint a Gyulával. Kereszténynek keresztény volt, ez nem kérdés. De hol volt annak a kereszténységnek a központja, aminek ő itt, hát a kiszolgálója volt. Na? Sóvár, hogy nevezik németül? Salzburgban volt. Természetesen. A salzburgi érsek. És őnekik volt Regensburgban a térítő központjuk, és onnan térítettek. Nem tudom, érthető. Nem volt Magyarországon központ. És Gyulának hol volt a központja? Konstantinápolyban. Mit csináltak? Megcsináltak 1000 évvel Trianon előtt Trianont. Érthető? És mit sikerült elérnie egy fél emberöltő alatt Szent Istvánnak? Itt lett benne a központ, Archiregnum, tehát a nagyok, de nem egy regnum a sok közül, és kiemelten fontos a szerepe az esztergomi érseknek. Na ezt így kezeljék. Tehát nem egy az érsekségek között, vigyázzat. Pedig itt az érsekség egy nagyon magas szint a nyugati kereszténységemben. Hát ne felejtsük el, hogy a német-római császárságnak 7 választó fejedelme volt. Ebből 3 érsek volt. Kölni, Mainzi, Trieri. Érthető? És ez soha nem változott. A világiak, azok, ugye világi egy maradt meg, vége az a cseh király. Azért volt Mátyásnak annyira fontos, hogy a cseh királyságot megszerezze. Tehát csak hogy érthető legyen, nagyon sok mindennek kell ahhoz együtt lenni adatokból, hogy az ember kijelenthesse, hogy na most akkor áruló volt ez a Szent István, föl akart zárkóztatni. Ki akart fölzárkóztatni? Bocsánatot kérek. Ki akart? Az, aki Salzburgba tette ki a központot, és ezt elismerte. És aki Konstantinápolyba másik részre, és ezt elismerte. Ő pedig behozta a központot, és onnantól kezdve máig itt van. Tehát csak, hogy érthető legyen. Azért kicsit a szempontokat néha változtatni kell. De nem azért, hogy ott lehorgonyozzunk, hanem azért, hogy lássunk már egy kicsit tágabb összefüggésekben is. Tehát mielőtt elkezdjük szívni, azért gondoljuk végig, hogy mennyi az, tudjuk, amit Szent István alatt történt a mi vallásunkkal. Azt nevezzük ősvallásnak, mert akkor tudjuk, hogy miről beszélünk. Egyelőre tartalmilag nem, de tudjuk, hogy legalább mi a kerete annak, amiről beszélünk. Na most a honfoglaláskori sírjainknak, Szent István még sehol sincs, még egy bűnös gondolatként sem. Melyik a ma kimondható, melyik a legjellemzőbb sírlelete? Mert lehet mondani erre a tarsolyt, nyugodtan lehet, az természetes és jó is. Lehet mondani az övgarnitúrát, az is jó, teljesen rendben. Na jó, de hát bizony, a mellkeresztek. Na most, ha én ilyen mennyiségben és egységes képnyelvű mellkereszteket látok, egy nem a szolganépnek a sírjában, bocsánat, nehogy már véletlenül így kezdjük el torzítani a gondolatmenetet, hanem a fővonalnak, akkor mit mondok arra, ez milyen vallású? Ha mondjuk ez Dél-Amerikába kerülne elő, ugyanilyen feltételek.
keresztény, természetesen. Kimeri ezt ma bárki mondani? Akár tudósként, akár egyházi emberként? Miért nem? Mert a következő kérdés már lehet, hogy én teszem föl, de lehet, hogy egy 10 éves gyerek. Akkor miről mire térítette át Szent István a magyarság? Nem tudom, értető. És ezt nem merik meg. Hát lehet, hogy tudnának a választ, én is sejtem a választ, de nem merik föltenni a kérdést. Na miről mire? Hát ha végignézzük ezeket a honfoglaláskori sírkereszteket, hát ebben nyoma nincs annak, ami a kereszténység tényleges neve. Azt hogy hívják? Ma már egyre gyakrabban emlegetik. Judeokrisztiánizmus. De ebben nyoma nincs a judeo elemnek. Ma pedig lassan nyoma nincs már a kereszténység elemnek. Tessék megnézni, mi van a templomokban, az oltár két oldala. Menóra. Ez azt jelenti, ugye, hogy akkor átmegyek a zsinagógába, és ott meg ott van a keresztre feszített Jézus. Hát dehogy. Nem tudom, érthető. Csak hogy érthető legyen, azért próbáljunk már egy kicsit eszmélkedni is, meg körülnézni, hogy mi zajlik itt. És az, hogy keresztelőkor, gyere, ezek mind konkrét példák, amikre hivatkozom. Keresztelőkor, tudom én, Gedeont idéznek. De ha gyereknek, nem tudom, ismerjük a Gedeon példát, nem baj, ha nem ismerjük. De minden esetben, csak hogy érthető legyen, vagy karácsonykor, vagy akár még húsvétkor is, ószövetségi témák. Tehát, és akkor jön a magyarázat, hogy igen, mert a felsőbbség ezt rendelte. Ne haragudj, nem rendelhet neked. A te lelkiismereted fölötte van ennek. De ezt nem fogadja. Nem, neki kényelmesebb. Pedig igazán nem rúghatnák ki, mert kevés van papból. Tehát, na mindegy, menjünk tovább akkor. Nem tudom, hogy ez eddig követhető volt, mert nagyon lényeges, mert különben nem tudunk bizonyos dolgokat értékelni. Tehát nem azzal kezdjük, hogy értékelünk, hanem azzal, hogy tényeket megismerünk. És akkor itt szeretném, most már tényeknél leszünk. Tehát ezt tudjuk, hogy melyik rész. Ezek mind legalább egy, várjunk csak ez, hát a 80 körül készültek ezek a felvételek. Tehát én még nem voltam a felújítás utáni részben, de majd látni fogjuk, hogy nagyon sok minden ezekről pontosabban leolvasható. Tehát tulajdonképpen minek alapján tudták, ez a Vitéz János stúdiója. Tehát a feltételezhetően mindesetre ő alakította ki ezt a reneszánsz részt, és hát amelyből ezt rekonstruálni tudták. Minek alapján rekonstruálták? Mert hát ezek mind földön voltak, külön-külön, tehát egy-egy ilyen eleme ezeknek a, tehát egy-egy borda elem, azért, mert rajta az zodiákus van. Nem tudom, érthető. Az állatövnek az egyes figurái, tehát ezek pedig nem változtathatók, ezeknek megvan a maguk sorrendje. Így tudták helyreállítani. Most erre jön a nem is mondom, hogy kicsoda, mert ez lehet akadémikus, de lehet tisztelendő úr is, de lehet tiszteletes úr is. Tehát mit fog? Hogy képzelik maguk, hogy állatöv, hát horoszkopizálnak? Hát ez egy püspök volt. Állítsd le magad, drágám. Létezik keresztény, nem judeokeresztény, keresztény asztrológia. Tetszik vagy nem tetszik? Ténykérdésről van szó, nem arról, hogy neked mi a véleményed róla. Létezik. És egy rendkívül fontos tétel volt. Kimegy valaki Franciaországba, és elmegy azokba a katedrálisokba, amelyeket mindenütt ismertetnek. Tehát mi a legszűkebb, amilyenbe. Elmegy Reimsbe, elmegy, mit mondjak még hirtelen. Mit fog kapni a fő bejáraton? Nem is tudja kikerülni. Mit fog kapni? Az állatövi jegyek így szépen kifaragva ott vannak a bejáraton. Na most akkor létezett keresztény asztrológia, vagy nem létezett? Nem tudom, érthető-e. Szóval ez a hihetetlen butaság, ami jelenleg működik, de akadémikus fejekben, de sajnos egyházak fejekben is. Elképesztő. Tehát egyszerűen kiradírozza azt a műveltségi anyagot, amire rengeteg minden ráépült a középkorban. Tehát ami nem önmagáért volt érdeket. Itt nem horoszkópokat gyártottak ennek alapján, hanem az élet valódi ritmusait próbálták számon tartani. És miután ez egy rendezett dolog, tehát egy rendezett kerete az életnek, az állatok. Tehát azt jelenti, hogy én bejövök egy templomba, ahhoz, hogy én elérkezhessem az átváltozás pillanatáig, ha egyáltalán az engem érdekel. Tehát mert ma bemegy, aztán ott vagyok, meg voltam otthon, hát tudom én, anyukám, hát azért templomba voltam. Hát voltam a fenébe, odájba voltam. Tehát nem jut el odáig, hogy már ez a bizonyos átélés megtörténje,
de ahhoz neki át kéne rendeződni. Hát jön egy teljesen szórt hétköznapból, már a kapu már így fogadja őt, ott átrendeződik, és utána már teljesen tiszta lélekkel tudja azt, ami az igazán fontos. Tehát ez egyáltalán nem azért került oda, hogy most ott díszes legyen a kapu. És ez is, hát azért az az időszak, tudjuk, hogy Mátyásnak volt, Mátyás királyunknak volt a nevelője, oktatója és szellemi atya, Vitéz János, tehát akinek ez a dolgozó helyisége volt. És a helyzet az, hogy hát hol lett volna helye ennek, hanem ott. Hát ez az adott időszaknak Európa szerte megbecsülten, tudomásul véve az egyik legkiválóbb szellemi képviselete volt. Tehát aki a tudományosságban, világkép teljességét tekintve, hát az a legmagasabb szinten volt. Tehát annak tényleg csak örülne, lehet, hogy ez itt kimutathatóan az ő stúdiója volt. Na most már mehetünk tovább, majd még lesz ehhez kapcsolatban pár. Na most azt nem árt, ha tudjuk, a szkíta műveltség alapja az pontosan ugyanez az odiákus. Na most a különbség annyi, hogy ők a keleti állatövben számoltak, mi meg a nyugatiban. Mi a kettő közt a különbség? Az, hogy a nyugati az a kicsi életnek a keretét fogalmazza meg, tehát elindítja a tavaszi napi egyenlőséggel, azt, miután ott robbanásszerűen újul meg az élet, tehát azt a kosról nevezi el. Tehát nem a csillagképet nevezi el, hanem az évköri egységet. Soha csillagképből nem lehet megmagyarázni az állatövi egyek jeleit. Az időegységekből, ami szintén 12, és ugyanazokkal a nevekkel illetjük, abból 2 perc alatt. Tehát elindul ugye a tavaszi napi egyenlőség, eddig a sötét volt az uralkodó, itt átfordul, és innentől kezdve a világosság lesz. Ezért nevezünk nap-éj egyenlőségnek. Saját szemmel ellenőrizhető. Mit csinál a természet? Így elősunnyog a föld a fenét, robbanásszerűen újul meg. Milyen a jele? Szökőkútszerű. Mai napig ezt használja. Tehát csak, hogy érthető legyen. Utána ez lecsöng, a második hónap ez a bikahava. Önmagát elkezdi táplálni, ez az önző bika, ugye, mint ismeretes. Ez a feladata. Nem az, hogy önző bika. Nem tudom, érthető-e. Itt ez a feladata. És akkor, amikor a végére ér, akkor elindul fölfelé. Tehát a magyar jelhasználatban, népművészetünk mai napig használja. Hímzésekben, tojáshímekben is. Tehát nem olyan, hogy egy kör, meg fölött egy félkör, hanem ez szépen lecseng, önmagát táplálja, és ebből a központból utána elindul fölfelé. Na most ezt úgy fejezi ki a keleti állatot, hogy a bikának, ugye bikáskodásra gondolunk. Tehát ez az érzéki élvezeteknek a teljesen jogszerű és életszerű, igenis itt van a helye az évkörben. Tehát ezt nem szabad visszautasítani, mert ugyanúgy Isten ajándéka, ha most ebből az irányból közelítem meg, mint az emberi társadalma, igenis. Ha itt nem éled meg ezt, akkor számon fogod kérni a többieken. És te egy elviselhetetlen, hogy mondjam, csak egy olyan axűz leszel, akit megmérgezed a környezetedet. Tessék szeretni az életet ebben az időszakban, ez a feladatod. Tehát, és akkor utána már fölfelé megy. És akkor utána tudjuk, ennek már ilyen a jele. Utána, amelyik jobb helyzetben van, az szépen önmagát megalázza, hogy a másik föl tudjon emelkedni. Ennyi. És ez meg a rák. Tehát ez csak azért, mert ott van a legtöbb a fényből. Tehát már több nem lesz, és elkezd már visszafelé jönni. Mert ott már a jövőt építi, tehát már a gyerek állást segíti, nem önmagát gyarapítja. Tehát ez egész végig, most nem fog végigkövetni, csak hogy tudjuk, egy szkíta ennek a jegyében fogalmaz, csak ő nem azt mondja, hogy kos, hanem azt mondja, hogy kutya. Miért? Azért, mert nem a kicsi év menetében megy, hanem a precessziós nagy menetben. Annak pedig a tengelye nem itt van, hanem egy magasabb rendű minőséghez egyeztet, az pedig a saját tejutunk. Ami innen nézve vonalnak látszik, pontosabban egy sávnak látszik. Hát ha tudjuk, hogy milyen, akkor meg tudjuk, hogy egy spirálgalaxis. Na most annak a találkozása a tavaszi időszakban, mert azért tavasszal indít ő is, az nem a kos, hanem az ikrek. Tehát ott találkozik ez a tejút sáv az állatövnek a sávjával. Egyik ponton túloldal meg a nyilasnál. Na most aki ebben a sávban születik, most akár egy népről beszélek, akár egy szeméről, az azt jelenti, hogy a szellemiségét a nyilasban kapja, akkor az ikerpárként fog megszületni. Mert itt a szellemiség, vele szemben pedig a testiség jelenik meg.
Na most, ha én innen állandóan kapom az a teremtő jellegű energiákat a nyilas irányából, akkor én ezt nem tudom egy emberként elhasználni. Miért? Mert agyonvágna. Tehát akkora dózis. Tehát ikerpárként születünk, és eszünk ágában nincs egymás ellen harcolni. Miért? Hát mert folyamatosan, míg beszélek, már is kapom. Na de maguk is kapják. Tehát itt nem arról van szó, hát magyarok vagyunk, vagy nem. Hát ezen múlik. Tehát ez azt jelenti, miért? Mert a nyilas, mint csillagkép, tehát most nem mint időegység, hanem mint térbeli egység, azon, ha azt az irányt innen a Földről meghosszabbítjuk, egyenesen bejutunk a saját tejútrendszerünk központjába. Ez meg csillagászati tény. Tehát itt nincs miről vitatkozni. Elő kell venni egy lexikon, meg kell nézni, ennyi. Tehát ez azt jelenti, hogy onnan, már pedig minden energia, ami itt a Földön hasznosul, minden onnan származik. De nem mindegyik a karjában. Nem tudom, érthető. Mert szellemi energia az nem jön végig a karon. Az valahol elhasználódik már a forrás közelében. Tehát azt jelenti, hogy egyenes úton ide teremtő erő a Földre, vagy a nyilason keresztül jön, vagy nem jön. Nem tudom, érthető. Na most, azt tudni kell, hogy mióta népeknek is megcsinálják az asztrológiai képletét, és ez nem tegnap kezdődött. Magyart nem mi állapítjuk meg. Soha nem mi állapítottuk meg. Mindig kivétel nélkül a nyilashoz soroltak be. Tehát a nyilas népe az a magyar, azok közül, akik még nem sokan vannak, de egyedül mi vagyunk saját országhatárainkon belül. Még, legalább egy darabig, vagy legalább egy részünk. Mert az összes többit már bedarálták. Tehát vagy spanyol zászló alatt van a baszkok például, vagy más egyéb zászlók alatt. Tehát mi vagyunk tulajdonképpen most már felelősek az összes ilyenért is. Tehát ez nem egy dicsőség, hanem egy felelősség. Mert ha mi nem hozzuk be, nem lesz más. Mert ez egy akkora felelősség, és akkor igényli azt a bizonyos szellemi töltés, folyamatos töltés, ami egy pillanatra se szűnik meg. Tehát ha én ebben nem volnék biztos, hát én most szépen otthon szórakoznék. Elnézést. Tehát ez azért nagyon fontos, mert ugyanakkor nem csak mi tudjuk, hogy a magyarságra tényleg nagyon nagy feladatok válnak, és a közeljövőben. De ha nem tanuljuk meg, hogy kik vagyunk, ahogy a fenébe fogjuk ezt a feladatot tölteni. Tehát ez nem luxus kérdés, hogy én most megismerem magam, vagy nem ismerem meg magam. Na, nem tudom, hogy ez eddig követhető volt, mert nagyon lényeges. Tulajdonképpen beszéltünk, hogy ha nagyon igényli a tisztelt társaság, egy szünetet tarthatunk.